Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás május 22-éig. Itt látható ez a szerelmes pár, és az utal a párkapcsolatra, a szerelemre. Itt meg lesz most a mozgás. Előre mennek az események, tehát ez szerencsét hoz a szerelmi élet területén. Mint mindig, minden kártyának van szimbolikus jelentése is, és ez a kártya itt jelenthet szerződéseket. Munkahelyi szerződés, adásvételi szerződés, bérleti szerződés. És mivel itt mellette a királynő átnyújtja ezt az arany érmét, itt lehet anyagiakról szó, vagy a munkáról, persze adásvételi szerződésről is. Amennyiben ez a kártya tényleg a szerelemre utal, akkor ez az arany érem jelenti a belső értékeket, hogy te értékes vagy számára, és amit még jelent ez a kártya, a föld elemét. Tehát itt akkor nem csak álmodozásokról van szó, hanem reális dolgokról. És itt a nap megvilágít valamit, láthatóvá tesz valamit. Ha te egy hölgy vagy, akkor te vagy itt ez a királynő, és uralkodsz az érmék felett. A lelki társad itt van szembe, ez a király, aki uralkodik a víz eleme felett. Tehát itt akkor nála érzelmekről van szó. Egymás fele tekintetek, de mindketten mozdulatlanok vagytok. Tehát nálad megvan az elvárás, hogy ez a férfi kimutassa az érzelmeit, hiszen a kezében van a kehely, és az az érzelmekre utal, de neki is megvannak itt az elvárásai, hogy megkapja tőled itt az értékeket, az elismerést. Itt ennél a kivetésnél megjelennek itt az egerek. A kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek vannak, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Tehát el tudnak bizonyos dolgokat távolítani. Itt az egerek mellett megvan ez az erő. De mivel ebből az egerek valamit eltávolítanak, akkor az azt jelenti, hogy a következő napokban kimerültnek, fáradtnak érzed magad. Amit az egerek még eltávolítanak, ez a kígyó a háttérben, aki eddig figyelte őt, hogy melyik irányba világít meg valamit, melyik irányba tekint, de az egerek elfogják ezt a nőt itt a háttérben, térben távolítani. Amit az egerek még eltávolítanak, hiszen egy vonalban van ezzel a kártyával, ezek a viták és a veszekedések a múltból. Nem csak az egerek segítenek abban, hanem ez a kasza is. Persze a kasza az lehet vállás is, és ebben a helyzetben voltak itt viták és veszekedések, de ez most lezárul, hiszen az egerek ezt felfalják, ezt eltávolítják, ezt a kártyát. Amit az egerek még eltávolítanak, ez itt, ez a visszahúzódás. Tehát, ha eddig így volt, hogy nem beszélt veled, visszahúzódó volt, akkor ez most elmúlik, hiszen ebben segítenek az egerek. És a kasza azt jelenti, hogy olyan hirtelen, amikor nem is gondolsz erre, és lesz ez a meglepetés, akkor ő ezt lezárja, ezeket a vitákat, veszekedéseket, ezt a visszahúzódó tartását,
és megjelenik itt, mint egy uralkodó, aki uralkodik a gondolatai felett, uralkodik az érzelmei felett, uralkodik a helyzet felett, és ő láthatóvá tesz itt valamit. A gyermekek szimbolizálnak ebben az esetben egy új kezdetet, és itt lesz mozgás, előre mennek a dolgok. Amit ez a hintó még jelenthet, egy utazás például délre, vagy jelentheti azt, hogy ez a nyaralás nyáron fog megtörténni, de ő már a napokban ezt tervezi. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!